Már is mondom, mivel folytatjuk, méghozzá az élelmiszer botránnyal, mert hogy ez nem csitul. A Nébih vizsgálata az élelmiszereket, és több itthon és külföldön egyaránt kapható terméknél tapasztalták azt, hogy a külföldi áru jobb minőségű. Emiatt nem csak Magyarországon tört ki botrány, hanem a régió más országaiban is. Ezért Szlovákia és Magyarország közösen kéri az élelmiszerek EU-n belüli minőségének megtárgyalását. A részletekről Zsigó Róbertet, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkárt kérdezzük. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Történt egy összefogás akkor itt a V4-ekkel, nem csak Szlovákiával? Igen, ugye a szlovák miniszterelnök múlt héten kezdeményezte, hogy legyen rendkívüli V4-ek csúcsértekezett, többek között ezzel a témával is. Ez most csütörtökön délelőtt lesz Varsóban, hiszen Lengyelország a V4-ek soros elnöke, ahol megtárgyaljuk azt, hogy közösen hogyan tudunk fellépni az ügyben, hogy ugyanolyan minőségű termékeket lehessen kapni mindenhol az Európai Unió közös piacán, többek között Magyarországon is. Ugye 26 terméket, 24-et vizsgáltak, ezzel kapcsolatban állapították meg, hogy egyébként teljesen más, sokszor az összetételük is, mint amit Ausztriában lehet kapni, amit Magyarországon lehet kapni, vagy akár Szlovákiában lehet kapni. Ezzel kapcsolatban ön szerint Európai Uniós szinten milyen eredményeket lehet elérni? Tehát, hogy lehet egy egységes szabályozást ezzel létrehozni? Mindenképpen az Európai Bizottság feladata az, hogy erre jogi megoldást keressen. Ugye ez akarat kell. Az illetékes uniós biztos az elmondta a múlt héten is, amikor formálódott ez az egység a visegrádi országok között, hogy most erre nincsen lehetőség. Most valóban nincsen lehetőség, hiszen hogyha jelöli egy gyártó ugyanazon cég, ugyanazon termékén, hogy az más összetételben készült, akkor az a mai uniós jogszabályoknak megfelelő, mi pedig azt mondjuk, hogy valamilyen jogi megoldást az Európai Bizottságnak vizsgálnia kell, éppen ezért fontos, hogy ugye korábban külön-külön az államok ezt jelezték, Magyarország is jelezte, de most formálódik egy összefogás, mert nem csak a V4-ek, ugye tegnapi hír, hogy a román miniszter is elrendelt egy ilyen vizsgálatot az élelmiszerek ügyében, és Bulgáriában is történik valami, tehát egy széles körű összefogás van. Reményeink szerint ezt figyelembe kell vennie az Európai Bizottságnak, és jogi megoldást kell találni erre az ügyre. Nem tudom, én amióta ezt az ügyet hallom, azóta ilyen nagyon rossz érzésem van. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy hát ezt régóta lehetett tudni, éppen erről beszéltünk Zsuzsival, hogy például nekem ezt anyukám már nagyon régen mondta, tehát 20 éve, hogy Bécsben sokkal jobb az öblítő, sokkal jobb ez, sokkal jobb az. Tehát ez miért most derült ki? Azon kívül meg hogy erre nem nincs valami egységes állásfoglalás nem volt. Tehát tényleg, hogyha feltüntetik, akkor mi kaphatunk mást? A mostani európai élelmiszerjog alapján igen. És ezt mi tudtuk, hogy mást kapunk? Hát eddig nem, ugye most élelmiszerekről beszélünk, igen. Nagyon sokan sejtik, hogy más termékeknél is van ez. Én élelmiszerlánc felügyeletét felelős államtitkárként igen. Maradnék a kaptafánál. Az élelmiszereknél most vizsgáltuk 2014-ben először ezeket, most derült fény arra, hogy másfajta áruk vannak. Ugye itt nagyon fontos az, hogy ugyanazon multinacionális cég, ugyanazon névben forgalmazott, ugyanolyan márkájú élelmiszere, ráadásul a kollégák ugyanazon üzletekben is vásároltak Ausztriában is, mint Magyarországon, és ilyen módon van más összetevő, de éppen a múltkori adásban beszélgettünk róla, hogy bizony voltak silányabb, sokkal silányabb élelmiszerek, ahol nem csak más összetevő volt, hanem bizonyos összetevőkből kevesebb volt benne, rosszabb ízű. Bocsánat, és mit azon az áron? Mi árat nem tudunk vizsgálni, tehát ezt nem tudjuk megmondani, érdemes árra is megnézni. Ugye mi most, amikor a miniszter úr elrendelte a múlt hétfőn egy szélesebb, átfogóbb, a jelölésre kiterjedő vizsgálatot 100 termék esetében, és a kollégák ugyan nem tudjuk mi ezt megvizsgálni, tehát hivatalosan nem tudjuk ezt megvizsgálni, de megnézik azt, hogy milyen áron van. Ugyanúgy sejtik az emberek manapság már azt is, én is hallom, amióta ez az ügy napvilágra került, hogy bizony semmivel sem olcsóbbak ezek a termékek, ezek az élelmiszerek már Magyarországon. Egyébként azért olcsóbbak kint Ausztriában például, ez saját tapasztalat, mert az áfa tartalom az teljesen más. Tehát, hogy csak emiatt. De egyébként valójában ugyanazon az áron történne az eladás. De eddig az volt a feltételezés, hogy nálunk ezek olcsóbbak, és azért igen. Van ez így, mert hogy a magyaroknak más az ízlési világuk, és más kevesebb pénzük van. Ugye ez is egy indok. Azért azt hozzáteszem, hogy nyilván a világon az élelmiszer termelésben lehetnek különbségek bizonyos termékeknél, hogyha mondok egy példát, távol-keletre exportálnak valamilyen élelmiszert. Na de az, hogy
Ausztria és Magyarország, vagy mondjuk Csehország és Németország között olyan nagy lenne az ízlésvilág, hogy ilyen minőségi különbségek legyenek, ez azt gondolom, hogy megengedhetetlen. Nekem egy kicsit az az érzésem, mint hogyha ez ebben ilyen lesajnálás lenne. Igen, nekem is azért mondtam, hogy annyira rossz érzésem van, amióta ez az ügy van. Hát, egyébként lehet keménykedni, tehát tudunk keménykedni, akár a négyekkel együtt, tehát mi lehet a vége ennek az ügynek, hova vezethet ez? Mi is elszántak. Nem keménykedni, hanem fellépni. Határozottnak lenni szerintem. Tehát a határozottnak lenni mindenképpen kell. Ugye mi is korábban felvetettük. A szlovák miniszterelnök is elszánt volt, amikor a múlt hét vége felé kezdeményezte ezt a V4 csúcsot. Tehát azt gondolom, hogy elszántan, határozottan azokat az érveket sorba véve és felsorolva meg megvannak. Ugye nem engedhető meg az. Egy ráadásul ez most magyar probléma, szlovák probléma, cseh probléma, de általában az Európai Unió közös piacán szerintem nem engedhető meg egyetlen esetben sem, hogy mondjuk egy élelmiszert bárhol a vásárlók más minőségben kapjanak, mint egyébként más területen. Tehát ez az Unió egészének az érdeke lehet, azt remélem, hogy éppen ezért lesznek is partnereink a V4-ek mellett. De mi határozottan kiállunk a magyar emberek érdekében. Államtitkár úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk. Köszönjük szépen az érdeklődésüket.